Na, sziasztok! Szeretnék kibontani egy OCZ Agility 3-as SSD-t. Lássuk, hogy mit rejt a doboz. Fontos tudni róla, hogy ez egy régebbi változat, van ennél már újabb is. Viszont az írás olvasási sebességei nekem jobban tetszettek. És amire én fogom használni, arra tökéletes lesz. Az olvasási sebessége 525 MB per szekundum, per másodperc, ez anyádba vagy. Az írási sebessége pedig 500 MB per szekundum. Ha ki tudom bontani, nem így kell. Szóval ez egy elég jó cuccnak tűnik. Igazából nem ilyet akartam, csak hát a kedves Black Friday-os emberkék azt mondták, hogy nincs több csomagon, úgyhogy kénytelen voltam ilyet venni. De szerintem ezzel sem semmi probléma. Tudni kell róla, hogy SATA 3-as csatlakozós, szóval az új szabványt ismeri, használja. Ahogy beragasztottál, na lássuk, hogy is néz ki. A Nandi típusa MLC, na, és ez egy kettőfeles, 2,5-szoros SSD. Hát nagyon parányi, az biztos. Nagyon könnyű. Tehát itt elől nem is látszik semmi, csak 128 gigás, ugye? Maga az SSD, a neve, és hátulján írja, hogy SATA 3-as csatlakozós, 6 gigabit per szekundumos, a flash memory típusát, és hogy ez már egy újabb szabványt képvisel. Van itt valami nagyon rövid leírás több nyelven. Ahogy látom, magyar pont nincs. De hát nem is szükséges. Hát kibontom, hogy lássuk, hogy látom, adaptert nem adtak hozzá, pedig jó lett volna. Úgy kéne szétszedni, hogy vissza is tudjam rakni, ha véletlen valami baja lenne. Csak az így nem nagyon fog sikerülni. Hozok egy ollót. Szóval én azt hiszem, hogy ennek vágás lesz a vége. Ezt nem épp így kell kicsomagolni, de és még így sem tudom. Jaj, de jó. Egyszerűen nem értem, hogy miért kell ennyire összeragasztani ezt az egészet. Kész kínlódás kibontani. Basszátok meg. Na hát szépen végigvágom, mert nincs más választásom. Remélem így legalább. Így már működni fog. Na, marha erős minden esetre a csomagolása. Itt is van leírás. Kíváncsi vagyok, a magyar nyelvet tartalmaz-e vagy nem. Hát, úgy tűnik, hogy nem. Csak úgy, mint a dobozán, itt se ír magyarul persze semmit, miért is írna. Na, lássuk, hogy itt is van még ebbe is valami. Nincs semmi. Ó, és még ez is be van itt külön csomagolva. Ez az. És itt is van. Hát, nagyon parányi, annyi biztos.
Persze a fénypont nem úgy van, hogy jó legyen, így talán látszik egy kicsit. Így, így látszik a az áramnak, hogy ide fogjuk kerülni majd a távkábel, ide a SATA csatlakozó. Itt mutatja, hogy hogy kell majd eldobni, nem szabad megnyomni itt az alját. Na hát szóval ez lenne az. Lássuk, mi van még a dobozban. Ez már a garanciapapír. Szóval ennyi volna. SSD.